felvették. Mondom neki, hogy nem tudom, hogy mondom, hát nem szóltál vissza, hogy mennyi, meg mit. Ki mennyi, nem mennyi, aztán igazából megoldottam a dolgot, hogy nem kért jöttem. Én jöttem be. Nyilván kétszer megjártam. Kíváncsi a képet. Kanizsára jöttem, mi vagyunk a Jó Jutporta. Permakultúrás növénytermesztést csinálunk, tehát minden vegyszermentes nálunk, gyümölcsök, zöldségek egyaránt, és ezekből a termékekből, ezekből a terményekből állítunk elő legvárokat, szirupokat, saját gyógynövényeink, ami van, glutén és laktózmentes süteményeink, a zöldségfélék, és télen, mikor nincs annyi munka a kertbe, akkor pedig én és alkotásokat készítek, mint iparművész. Köszönöm. TV-ben se tudom konok szerepelni. Egy ilyen diósat megkóstolok. Ezek a termékek itt a Tihanyi Turisztikai Központ forgalmazza őket, igazából a levendulából szó, ugye az itt Tihanyban a leghíresebb, ezért választok itt mi is ezt. Budapestre jöttünk, milyen lehet arra, hogy lelegyünk ünköst, és lejöttünk most a piacra. Palacsintra nem is jöttem, édesanyám remek süteményeivel, az étesektől a isler, linzerigák, mindenféle változat, levestészták, szörpök, lekvárjaink, mind házi saját kertünkből a gyümölcsök. Hájas tészta, diós, meg szilva lekváros, pókifli, ő is diós lekváros. Gyerekek, helyeségetek le, nem akarok egy kora hátszor beállni, de muszáj. Mi megyek ezzel a kérdésre? Marci kérdés! Jó, bárjunk! Jó, bárjunk! Jó, bárjunk! Hát a csapat ugye az Pilisvörösvárról, Pilisszentivárról.
és ott egy mellette egy másik településről, Budapestről érkezett, és Dudakeszi, bocsánat, és Dudakeszi öleléséből. Nagyon jól érezzük magunkat az eső ellenére, mert kiváló itt a mellettünk lévő kolbászsütő, különösen a májas, jó borokat kapunk, a lángos is nagyon finom volt, a pálinka is rendben volt. És a tárkonyos muskár. És a tárkonyos muskár is remek volt. Úgyhogy jó az idő. Szerintem ez még jó időben is jó. Ez a csapatnál úgy szokta az ilyen időjárást hívni, hogy ivós napunk van. Amúgy biciklizni jött, hogy most napunk. És egyre jobb az időjárás. És még csak fél 12-ben. Így van, és kerékpározni jöttünk tulajdonképpen ide. De ezt most... A biciklit is értik. Jó, biciklizni jöttünk. Egy bicikli van, egy bicikli ott van. Igen. Igen, 12-en vagyunk egy biciklivel. Ez az átlagos fogyasztás. Tulajdonképpen ez egy sporthétvégének indul. De még lehet belőle az is. Holnap jó idő lesz. De holnap jó idő lesz. Úgyhogy... Holnap sörvírsével. Már azért fejfájással. Jó, hát köszönjük szépen azért itt a helyi szervezőknek. Nagyon jól érezzük magunkat. Ideig minden rendben van. Legközelebb az időjárást is kéne szervezni. Az a Lenkit, Pécs mellől Szentőrincről jöttünk, csilivel foglalkozunk, főként Bátyó Lokia, Szellem Csili, illetve Habanero csiliket termesztünk. Csilion csili néven forgalmazzuk a termékeket, mi termesztjük a csiliket Szentőrincen, illetve mi is gyártjuk le ezeket a termékeket, ugye arra, hogy ne csak erősek legyenek a szószaink, hanem a csiliknek a jellegzetes finom íze is kiérződjön, és csak utána kezdjen el lassan fokozatosan csípni. Ez, amit most a kezembe tartok, ez a sláger termékünk, Szellem csiliből készült. Ez a paprikás markás ízvilágot képvisel, széttel először az ember nyelvén, azután lassan fokozatosan elkezd egyre jobban csípni, még nem egyszer csak kézigrárként robban a szájba. A sláger termék, ez fogy nálunk a legjobban is, ez egyébként 2011-ig a világ legerősebb paprikája volt, úgyhogy mindenféleképpen egy különlegességnek számít. Ahogy mondtam is, az egy ilyen paprikás markás ízvilág, míg a másik termékünk, az már habanero chiliből készült, és házilag készített ketchupot is rakunk a habanero chilihez. Ez egy kicsit ilyen paradicsomos füstös barbecue sísz. A füstös ízt azt annak köszönheti, míg a jolokia chilinket azt egy ilyen száraz húzas helyen szárítjuk ki, pedig a habanero chilit azt egy büffa füstön, meleg füstön szárítjuk ki. Na jó, egészségünkre végre! Mi nem vagy 60 fokban megdőlve. Na, azért okay, mondom, most már hitatod a felhívom az apukámat. Boldog, boldog, boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot! Éljen, majd még hívlak! Szia, papika! Hello! Az a gyerekek, 29-3, jó az. És ez hova ment? Budapest, Lengyel utca. Apukája. Apukám. Apapa. Vaddisznó pastitolgat készítünk 50 ízesítésben. A... Nagyon nem tudom sem. Csalánki családi borpincétől vagyunk. 1973 volt a borászkörünk. Foglalkozunk borászkodással. Édesapukám, édesanyukám kezdte. Őshonos tihanyiak vagyunk.
20 hektáron termünk szőlőt, fajtáink a Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, amit Tihanyban találhatok, illetve Merlot, Jufark, Rajnai Riesling, Sauvignon Blanc. Mindenféle termékünk van. Vannak a mirákulumok, a prémium kollekciók, likőrök, vaxok. Sok szeretettel várjuk Önöket. Előbb láttátok ezek tártatai a likőrök, és ezekről azt kell tudni, hogy Szlovákiában a magas tártának a forrásvizeit felhasználva készítik őket, teafüveket adnak hozzá, és hatféle ízben lehet megtalálni, és hát nem mind a hatféle megtalálható. Ezen kívül kínálatunkban még a belvű mennysör található meg, ami egy speciális belga eljárás során készül. 3 éven keresztül érlelik töltyfahordóban, és ezután alumínium hordóba kerül, és így kerül ide hozzánk, így csapoljuk ki frissen. Hol található a tűzre? A Balatonaláriban, a Tulipán udvarban, Picuri kocsma. Amit gyakorlatilag 6 éve kezdtünk el készíteni. Eddig minden évben tavasztól késő szigatihanyi piacon árusítottunk. Reméljük, hogy az idén is sikerül oda bejutnunk. Ez a csülkös lángos az, ami mindenkinek nagyon kedvelt és nagyon szeretik a vendégeink. Füstölt főcsülök, hagyma és sajt van a tésztájába töltve. Készítünk még töltött lángosokat, csülkös, illetve jutúrós lángost. Van zöldséges lángosunk, betyárlángosunk. A betyárlángoson tejföl, lilahagyma és paprikás szalámi van. Ezt lehet csípős, illetve sima csemegeként kérni. A jutúrós lángosban jutúró és lilahagyma. A zöldséges lángoson lilahagyma, tejföl, és az idény zöldségek találhatók. És akkor a kínálatunkban még a régi hagyományos lángosok is szerepelnek, sajtos, tejfölös, sima fokhagymás, füstölt sajtos, tejfölös, amit szintén nagyon szeretnek a vendégeink. Úgyhogy körülbelül ennyit a kínálatunkból. Oké. 2014-ben és 2015-ben a Facebookon indított a Vénusz egy sors verseny, ahol keresték az év lángosozóját, és a Balatonparti lángosozók közül 2 évben egymás után megnyertük a Balatonparti lángosozók versenyét, aminek a díja ide ki is van téve, úgyhogy azt is meg lehet nézni. Ez kimondottan a fogyasztók szavazatai alapján készül ez a szavazás, és hát úgy döntöttek a fogyasztók, hogy megérdemeljük ezt a díjat 2 évben egymás után. Hát ez nem csak csöpög. Hát ez nem. Valám. Kukut. Nézzük, ügyél puszit! Velem küldet puszit? Integessék! Úgy!